nincs elég gyermek Európában. Ez van az egyik oldalon, a másik oldalon pedig ott van egy jelentős migrációs nyomás Európa irányába. Tömegek indultak el népvándorlás szerűen Európa felé, akik pedig Európában szeretnének élni. Fennáll a kérdés, hogy hogyan döntsenek ilyenkor az európai vezetők, illetve egyes országoknak a vezetői milyen döntést hozzanak. Migrációval, külső erőforrásokkal oldják meg a demográfiai problémákat, vagy belső erőforrásokra támaszkodjanak. Magyarország is egy ilyen döntési helyzetbe került. A kormány állás pontja határozott, mi a belső erőforrásainkra szeretnénk támaszkodni, mi a magyar gyermekekben látjuk a magyar jövőt, ezért a magyar gyermekeknek a szület, megszületését, a magyar fiataloknak a gyermekvállalását és a gyermeket nevelő családoknak a támogatását tartjuk kiemelten fontosnak. Ezért indítunk most egy nemzeti konzultációt a magyar családok védelméről.